Az alapfokú művészeti iskola idén is megszervezte nyári táborát a növendékeknek. Augusztus 7 és 11 között 54 gyermeknek nyújtottak egésznapos elfoglaltságot. Idén sem múlhat el a nyár az alapfokú művészeti iskola napközis tábora nélkül. Ebben az évben az Erzsébet programon belül sikerült megvalósítani az egyhetes foglalkozást. Számolt be róla Kardosné Barta Viktória, megbízott intézményegységvezető. Tavasz folyamán sikerrel pályáztunk erre, és így a gyerekek 54 fős létszámmal jelen vannak a táborban. A gyerekeknek csak egy nagyon töredék részét az összköltségnek kell fizetniük, napi 100 forintos részvételi díjat fizetnek, ebben négyszeri étkezés van, és van benne egy buszos kirándulás, illetve zenei foglalkozások, egy ismeretterjesztő előadás, és számos más nagyon érdekes programban vesznek részt. A megbízott vezető elmondta, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbbek a délelőtt zenei foglalkozások a gyerekek körében. Délután pedig minden nap más-más program van. Hétfőn lovagolni voltunk, kedden műveltségi vetélkedő volt, csütörtökön van a sportvetélkedőnk, pénteken a táborzáró koncert, és a szerdai nap volt az, amikor egész napos kirándulásra mentünk. Ezt az Erzsébet program így elvárja, hogy 20 kilométeren túlra busszal kiránduljunk, és ellátogattunk a Harsányi Kalandpark és Szabadidőparkba, ahol egy egész napot töltöttünk ott, és nagyon-nagyon-nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Hozzátette, hasznos, ha a növendékek nyáron sem hagyják porosodni a hangszereket. Egészséges dolog, hogyha fel-fel veszik a hangszert nyáron, de az, hogy egy héten keresztül szakember irányításával sűrűn játszanak az önmaguk által választott hangszeren, ez nyilván a tanári tevékenységet is a későbbiekben befolyásolja, és méghozzá pozitívan.